No, nem önmarcang, és pláne nem Héder Szentkép felfestése, de ez a valamikori T.S. Karácsony, amiből aztán vagy egy évtizeden átnyúló sorozat lett, az úgy született, hogy azt már azt tudom, hogy te voltál a műsorvezető, vagy a szerkesztő, vagy fordítva, de azon kínlottunk, hogy 25 perces telesport, az akkor nagyon hosszúnak tűnt, hát előtte heti kettő volt, mivel naponta, és hogy mi a francsal töltsük meg a szombatot, mert december eleje van, és semmilyen téma, semmi nincsen. És akkor valamelyikünk mondta, hogy Szentendrén van egy síbörze, ahol az arról szólt, hogy bevitted a kinőtt sícipőt, vagy korcsolyacipőt, mit tudom, és akkor azt nagyobbra cserélhetted. És nem, te kellett, hogy legyél a szerkesztő, mert arra emlékszem, hogy milyen idétlen voltam, hogy egy bőröndel bementem, otthon összeszedtem minden ilyen régi packot, hogy majd ezt elviszük oda, és vagy adás közben jött, vagy adás után, de nem tudom, egy telefon, hogy ő nem tud elmenni Szentendrére, de szervezzük meg neki. És ebből nőtt ki a T.S. Karácsony, ami aztán, akkor azt hiszem, ott kezdtük a négyes stúdióban, majd a Budapest Sportcsarnok lett a raktárunk, mert csak ott fértünk el már évtizedek múlva. De lehet, hogy te találtad ki az egészet, legalábbis ezt, hogy akkor ezzel mentsük meg a szombati adást, 3 perc ezzel, nem letudva, de mégiscsak megtöltve. Hát azért ezt te építetted. És én erre nem, igen, emlékszem, de, tényleg nem emlékszem. De az alapötlet, az jöhetett ebből. Meg te a Sztár interjúkban voltál nagyon nagy, hát részint a nyelvtudásod alapján, meg oda mosolyogtad magad, vagy fölépítetted? Vagy, szóval akkor még nagyobb dolog volt, könnyebb, de talán nagyobb dolog elérni ezeket a külföldi sztárokat. Figyelj, ez megint csak ösztönös volt, de ennek volt egy olyan előzménye, tényleg más világ volt, csak ez annyira rosszul érzem magam, hogy már nem tudom, hanyatszor mondjuk ezt el, és ettől olyan öregnek tűnünk. Hát, nem lehet ennek az oka. Belpolitikai műsor volt a Hazai Tükör. És egyébként csak most jut eszembe, hogy szerintem Vitrai Tamásnak ez tűnt föl, hogy én a belpolitikai műsorban sporttémájú 20 perces blokkokat csináltam. Hogyne, hát ezért amit utaltunk. A telesport, igen, tudod, hogy hívtunk? Ezt én meg is, na, nem. Néger Szürkének. Ez egyszerűen személyiség volt. Soha nem hallottam, hogy utáltatok érte. Hát de nem is ismertünk egyébként, csak a képernyőről. Igen. Hát semmi közöm nem volt és a sporthozzá. Híre volt, hogy jössz. Viszont, na de úgy, hogy volt olyan, hogy a műsornak a felelős szerkesztője, Fejér Zoli lépett be a szobába, és én éppen telefonáltam. Angolul beszéltem, és rögzítettem az interjút. És intettem neki, hogy csöndesen, hogy ne zavarjon. Megkérdezte, hogy kivel beszélt, és mondtam, hogy a Franz Beckenbauerrel. A Franz Beckenbauert akkor a német labdarúgó szövetségtől megkaptam az otthoni telefonszámát. Fölhívtam, mondtam, Beckenbauerrel szeretnék beszélni. Nincsen, otthon, nem tudnák meg, és Ausztriában élt a Beckenbauer egyébként. És megadták az otthoni számát, fölhívtam, mondtam... Azért ez tényleg más világ. Igen, mondom, hello. Barnika vagyok a Magyar Televízióban, csináljunk már egy időt. Jó, csináljunk. És nem is tudom, foci EB volt, vagy éppen, nem, már nem emlékszem, hogy mi volt. És szóba álltak velem. Viszont soha nem éltem, hiszen én az ifjúsági műsor kapcsán elkezdtem zenészeknek tolmácsolni. A Hegedűs Lacival, aki akkor a multimédiának az igazgatója volt, ő hozta Magyarországra a nagy rock koncerteket. És az első ilyen nagyon nagy az a Dire Straits volt. És én először nekik kezdtem el tolmácsolni, és utána a következő, nem is tudom, 2-3 évben, aki nagy zenész, a Phil Collins-tól, a telefonomban benne van a kép, kint van a telefon, tehát napokat töltöttem el a Phil Collins-szal, meg a feleségével, az Ecseri úti piacra mentünk babákat venni, meg nem tudom én, a Manfredman, John McLaughlin a gitáros, aki az amerikai egyetemi ösztöndíjamat kifizette volna. Koncert után mondta, internek az elnöki lakosztályban lakott, szóval gyere föl, dumáljunk még. Jó, fölmentem, ott leültünk, beszélgettünk, kérdezte, hogy mit tanultam, mondtam, hogy Velszbe jártam középiskolába, ott fejeztem be. Engem fölvettek egy amerikai egyetemre, csak aztán itthonról nem engedtek ki. Tehát én aztán így jöttem haza, katonaság egy évig, aztán utána a közgáz, és John McLaughlin azt mondja, teljesen természetesen, figyelj, én kifizetem az amerikai ösztöndíjadat, ha fölvesznek. Tehát ha újra neki mész. És mindig kérdeztek újságírók, hogy hát mi volt velük, Manfred Mann's Earth Band, a Status Quo, tényleg annyi jó, hát bocs, és aztán a Queen együttesnek a koncertje a stadionban, annak sajtófőnöke voltam
a Freddie Mercurynek itt volt, ugyanígy az Internek az elnöki lakosztályban lakott, ő a szülinapi bulia. Uh-huh. Van a akkori pesti műsorban egy kép, ott állunk ketten, egy atyák egy torta mellett éppen vágja a tortáját, és ott állunk uh-huh. mellette. És újságírók mindig kérdezték, hogy hát, hogy meséljek már, hogy mi történik ilyenkor a zenészekkel, és soha egy mondatot senkinek. Tehát ezzel a fajta bizalommal soha nem értem vissza. De inkább összenek engem jobban is érdekel az, hogy hogy a fenébe vágtál bele életedbe ennyi mindenbe, hogy akkor ilyen tévézés, meg sporttévézés, hogy aztán atlétikai szövetség, most össze-vissza mondom, nem időrendben, rádió, Hungaroring, ennyire vállalkozó kedvű, bátor, vagy ez miből jön? Én mindig azt mondtam, ilyen szempontból is egy érdekes volt az együttműködésünk a Palik Lacival. Én az alkotásban hittem. Ő meg a kapcsolatrendszerek mozgatásában. Én nagyon hittem abban, hogy ha alkotunk valamit, annak értéke lesz, az a piacra vihető. Ilyen szempontból mondjuk a telesportos egy-két év után kezdtük a Rádió Bridge-el. Az akkor Magyarország első magánkézben lévő kereskedelmi rádióadója volt, illetve lett. Volt egy Danubius, meg egy Kalipszó, magyar rádió stúdióiban, hát ott semmi, csak annyit kellett mondani, innentől kezdve ezt Danubiusnak hívjuk, és hozzuk be a sok lóvét, és más zenét adunk, mint ami eddig a Petőfin ment. Most mondtam valamit. Igen. Nekünk ki kellett találnunk, hogy ezt hogy lehet rentábilissá tenni, mert mi nem egy létező infrastruktúrát kezdtünk el használni, azt föl kellett építeni, és nyereségessé kellett tenni. Németországba jártunk ki egy ismerősünkhöz, hálózsákban aludtunk a nappaliában, és nappal meg vitt bennünket a különböző müncheni rádióstúdiókba, hogy lássuk, uh-huh. hogy ott hogy működik egy rádió, és aztán felépítettünk egy olyat, hogy Svédországból meg egy rádiósokból a turista csoportot hoztak, és mutogatták. Egy olyan rendszert építettünk föl, ugye a CD, ugye az egy digitalizált zene. Akkor a nyugat-európai rádióadások ilyen baromi nagy CD-s szekrények voltak, és egy automata szedte ki a CD-ket. Aha. Mi meg azt mondtuk, hogy miért nem lehet ezt számítógépre vinni, és azt mondjuk, hogy tulajdonképpen lehet, de még nem csinálja senki. Uh-huh. És mi elkezdtük, hát most én nem vagyok egy számítástechnikai szakember, tehát az akkori memória, tároló képesség a számítógépeknek nulla volt a mostaniakhoz képest. Elkezdtük felpakolni a zenéket számítógépre, akkor már utána elkezdett létezni szoftver, amit használni lehetett ehhez, ami kiválogatja a zenét. Tehát valamit a semmiből csináltunk. Az Eurosport, amikor elindítottuk 96-ban, az első Párizson kívüli Eurosport bázis volt. Akkor négy nyelven adtak Eurosport közvetítéseket, angolul, németül, hollandul és franciául. Az összes kommentátor Párizsba ment és beült egy mikrofon elé. Off-tube közvetített ez, amikor a kommentátor is egy képernyő elé ül be, és nem a helyszínen ül. És mi voltunk az elsők, akik nem Párizsból csináltuk a verziót, egy éven át készítettük elő. Mondjuk az is kalandos volt, ahogy elindult egyébként. És tudjuk, én csak arra emlékszem, hogy és ezzel nem kisebbítve az érdemeiteket, mert ti csaptatok le rá, de emlékszem, Vitrai asztalán volt egy levél, amiben valami együttműködés félét pedzegetett az Eurosport, és azt hiszem, hogy mindenütt ezt a köztévének ajánlotta fel, kinek másnak például Magyarországon. Nem. Ez azért volt, mert az Eurosport az Eurovíziónak, illetve a Magyar Televízió az Eurovízió tagja rész, volt, igen. És az Eurosportnak az Eurovízió volt az 50%-os tulajdonosa. Uh-huh. Illetve lehet, hogy akkor még, nem, 50%-os tulajdonosa volt. A TF1, a francia kereskedelmi adó volt a másik 50%. És, de mi kerestük, senkinek nem jutott eszébe. Bocsánat, ez viszont a Lacinak az ötlete volt, kiakadt valami, hazament, és a műhold vevőjén, akkor mindenkinek ilyen, tehát nem voltak még kábeltévék, meg nem tudom, a műhold vevőjén nézte, hogy az Eurosportnak van egy üres hangcsatornája, ahol csak a teniszlabda pattogását lehet hallani. És milyen jó lenne az utcáról felhívtuk az Eurosportot, és azt mondtuk, hogy mi vagyunk itt a fiúk, a Laci meg a Barni, és szeretnénk csinálni, arra az üres hangsávra mi nem csináljuk meg a Magyar Eurosportot. Uh-huh. És azt tudjuk, tehát pontosan tudjuk, mert nagyon korrektek voltak. Most találkoztam egyébként azzal a sráccal egy hónapja Monte Carlo-ban, akivel annak idején, akivel annak idején összejöttem, és akivel az egészet elkezdtük felépíteni. Laci egy hét után, egy hónap után azt mondta, hogy ebből nem lesz semmi. Én meg, mint a blöki a lábtülőt, én nem engedtem, és
és baromi korrektek voltak. De miért, mert te alkotni akartál, ő meg úgy érezte, hogy ehhez nincs kapcsolat. Azt érezte, hogy ez nem fog menni. Uh-huh. És a franciák annyira korrektek voltak, hogy nekünk visszajeleztek, tudjuk pontosan, hogy mikor, melyik hónapban, melyik héten, milyen levélben, vagy nem tudom, egy faxon keresztül, ki hogyan próbálta meg ezután, mert azért annak híre ment, hogy mi az Eurosporttal elkezdtünk tárgyalni. Nagyon sokan meg akarták csinálni, és a franciák azt mondták, hogy nem, ezek a fiúk kerestek meg bennünket, és velük csinálni. De nehogy félreértés legyen, ez véletlenül sem Vitrai volt, aki ezt meg akarta fúrni, nem? Ne menjünk bele. Na jó, tényleg lapozzuk. Aztán akkor, oké, megcsináltátok a semmiből ezt-azt, de akkor például mi fantáziát láttál, én bevallom, viszonylag követtem, ha máson, hanem a sajtóból az életedet, de hogy volt Magyar Kereskedelmi Rádiók és Rádiósok Szövetség, és ennek te voltál a titkára, hát ezt aztán pláne nem tudtam. Ezt honnan ezt jött? Nem tudom. Az más. Nem, erre már nem emlékszem. De igen, Danubius Calypso Radio Bridge, és volt egy politikai megállapodás, ez volt a frekvencia moratórium, hogy addig nem adhatnak ki új frekvenciákat rádiókra, amíg erről törvény nem születik. És a média törvény akkor született meg, a média törvény, ne haragudj, nem vagyok teljesen hiteles, már ilyen szempontból hitelesem a történetben, de létrejött ez a szövetség azért, hogy koordinálni tudjuk a pályázatokat. Tehát én láttam, hozzánk futottak be a pályázatok, azt hiszem. És aztán... De a folytatását nem emlékszem rá. De lényeg az, hogy ez egy érdekvédelmi szervezet volt, ami beállt gyakorlatilag az összes pályázó mögé, de valószínűleg valamilyen szinten a kereskedelmi rádióknak az érdekeit általában védte. Baromi régen volt, tényleg nem, és egy rövid időszak volt. De emlékszem rá, hogy dossziékban ott állt az első frekvencia pályázat idején, az összes benyújtott pályázati anyagot láttam. Ez az, hogy mondjam, korrekt azért volt, mert a Rádió Bridge-nek akkor még nem kellett pályáznia. Mi évekkel később jöttünk el, amikor lejárt a mi engedélyünk, és akkor én meg már ott nem voltam. Nem azt is hogy kaptátok? Talán. Volt valami olyan pletyka, ezt aztán meg annyira sem tudom, mint az előzőket, hogy így volt-e, hogy amikor Bush, az öreg Bush még alelnökként Magyarországra jött? Nem. De valami nem. Amerikai látogatás volt, akkor és arra nem kaptatok volt őt napra? Nem mi. Nem. Aha, a történet az volt, igen, George Bush jött, 3 napot volt Magyarországon, vagy 2-t, nem, tehát... Vártuk, hogy mindent beajánl a rendszerváltás után, igen, és aztán semmit. Egy társaság, és ez volt a Hídrádió Kft., amihez semmi közünk nem volt még akkor, kértek egy engedélyt arra, hogy egy angol nyelvű rádiót elindíthassanak, hogy az 3 napon át működhessen, amíg a Bush itt van. Az engedélyt megkapták, és valahogy bekapcsolva felejtették a frekvenciát. Tehát az működött tovább a rádió, 3 napra volt engedély, ezt mi sem tudtuk. Akkor még semmi közünk nem volt hozzá. Viszont kiderült, hogy angol nyelven nem lehet finanszírozni. Tehát nem finanszírozhatatlan a rádió. És a postabank elkezdett hiteleket nyújtani annak idején a rádiónak, aztán időben elegük volt, és azt mondták, hogy instant, mert nem tudták visszafizetni a hiteleket. Így lett a rádió a postabanké, és a Prinz Gábor volt akkor az elnök vezérigazgatója a postabanknak, és a vízilabda szövetség elnöke. És mint vízilabda szövetség elnökével találkoztunk egyszer, és egy beszélgetésen mondta azt, hogy már csak a Rádió Bridge-el kéne valamit csinálni. És erre mi mondtuk, hogy tök véletlenül, nem is tudom, annak idején azt hiszem a fölröppentek ilyen hírek, hogy a Fidesznek rádiója lehet, vagy lehetne, vagy nem is tudom, hogy mi volt. Tehát valamilyen pletyka volt. De ez elindította az agyunkat. Nekem rémlik egy Deutsch név a rádió, a Hídrádió Kft.-ben. Az sokkal később későbbi? Volt. Az később volt. Igen, a Deutsch Peti volt, aki a vezérigazgató lett, illetve az ügyvezető igazgató azok után, hogy mi eladtuk a céget, és teljesen ki is szálltunk belőle. De a lényeg az, hogy nekünk voltak ötleteink, kész ötleteink voltak egy rádióra. Tehát amikor kérdezett, hogy jött ez például úgy jött, hogy folyamatosan járt az agyunk valamin.
azt mondta, hogy írjuk le a koncepciót. Leírtuk, odaadtuk, és néhány héttel később szóltak, átnézték, akkor az lenne a kérésük, hogy akkor legyünk mi az ügyvezetők a cégben, és építsük fel a rádiót. És azt semmiből építettünk. Tehát akkor a Rádió Bridge egy gyakorlatilag egy padlástérből sugárzó kis amatőr rádió volt. És a semmiből kellett, az MT épületében béreltünk egy fél emeletet, és ott felépítettük a szerkesztőséget, falakat kellett húzni, kitalálni, hogy a stúdiók hogy legyenek. Na, egy nagyon izgi időszak volt. Hmm. És ez volt, gyakorlatilag mi szakítottunk mindenféle addig játszott zenei formátummal. Tehát mi nem féltünk elkezdeni rockzenét adni, nem csak a mainstreamet adtuk. Én bújtam az angol meg az amerikai szaklapokat, Amerikából berendeltünk CD-ket, ami képzeljük, rajta voltak olyan zenék, amikről ők tudták, hogy azok majd, mint ma útják, hogy a singlök, hogy kijönnek majd, tehát a zeneszámok, amik kijönnek majd hónapokkal később, az nekik már CD-n megvolt, egy dupla CD-n, küldték, és amikor sláger lett, akkor elkezdtük játszani. Senki, csomó zene, amit senki nem játszott rajtunk kívül. Hozzá kell tennem, szerintem bizonyos szempontból a mai kereskedelmi adók, hozzá kell tennem, mert személyek által is bizonyítható, de a ma működő kereskedelmi adók jelentős része tulajdonképpen a mi zenénken, vagy azon a zene ízlésen nőtt föl, és aztán lépett vele tovább. Uh-huh. És az Atlétikai Szövetség, az hogy jutott eszedbe? Az is volt, vagy egy másfél éves kaland? Ott megtaláltak azzal, hogy szerettek volna váltani. Ez egy sikertelen olimpia után volt, a Sydney olimpia után nulla pontja volt a magyar atlétikának. Én a Gyulai Pisti mellett atlétikát közvetítettem, tehát valószínűleg így ugrottam be valakinek, vagy valakiknek, és megtaláltak azzal, hogy közgyűlés lesz, új elnököt választanak, nem vállalnám-e. Sajnos elvállaltam. Tehát egy olyan darásfészekbe érkeztem meg annak idején, és egy olyan pénzügyi fejetlenség. Az első az volt, hogy átvilágítottam az egész szövetséget. És akik az átvilágítást végezték, pénzügyileg, az átvilágítást végeztek, egy legalapvetőbb információnak nem néztek utána. Nem akarok belemenni. Kiderült, gyakorlatilag átvettem a szövetséget, és három hónappal később kiderült, hogy nulla forint van a bankszámlám. Maradottam már ilyet. És az onnantól kezdve egy kinkeservel működtetett történet volt. Hozzá kell tennem, ami pénz volt, én azt mondtam, hogy azt az élatlétákhoz kell tolni, mert eredmény kell ahhoz, hogy szponzort tudjunk szerezni. Egészen más volt a sportfinanszírozás akkor, mint ma. Akkor kezdődött el az a fajta attitűd, amit ma már látni lehet, tehát a 16 kiemelt sportág, a látvány sportágok, a TAO, stb. Akkor az ifjúsági utánpótlás kapott sok pénzt, 100 milliós nagyságrendet, az rengeteg pénz volt akkor a sportban, és én azt mondtam, hogy amilyen viszont van a magyar atlétikának azon kívül, azt az élversenyzőknek, és akkor azt mondom, hogy az 50-es évek óta a legsikeresebb EB-t lenyomtuk Németországban, és én utána felálltam, azt mondtam, hogy innen folytassá. Így kell csinálni. Így kell ezt csinálni. Én megyek. Tehát nem éreztem benne jól magam sajnos. Most a helyeden vagy? Én mindig azon voltam, és mindig szerettem valami újat csinálni. Igen. Nagyon, én mindig szerettem kitalálni valamit, adni neki egy lökést, működtetni egy darabig, és aztán nem is tudom, hogy mennyire volt tudatos, hogy aztán én arról leváltam. Tehát miután feltaláltad, akkor nem maradtál ott, felépítetted, nem maradtál ott gondoknak? Volt olyan Red Bull Air Race. Hmm. Amit ma az emberek Red Bull Air Race-ként ismernek, annak az alapötlet az én számítógépemen született meg. A fantázia rajzait én csináltattam meg. A Besenyei Péterrel, amikor először beszéltünk erről, mint alapötletről, hogy klassz, amit ott csináltok 200-300 méter magasan a műrepülő világkupa futamokon, de az senkit nem érdekel, de ha most lejönnétek a föld felszíne fölé, és topperrel mérnénk azt, amit csináltok, az klassz lenne. És erre a Péter azt mondta, hogy ne szórakozzatok. De végig gondolta, és hozzá kell tennem, ez az ő nagysága a sztoriban, hogy ő ezt végig gondolta,
és ráállt az agya, és elkezdett kreálni hozzá. Hozzá kell tennem, az alapötlet aztán ment tovább a Dietrich Mateschitznek, a Red Bull tulajdonosának, aki egy repülőgép őrült volt. És amikor ő ezt, az ötletet meglátta, beleszeretett. És aztán eurómilliókat tolt bele az egésznek a fejlesztésében. De az ötlete a mai napig, tehát az alapötlet a mai napig otthon van a számítógépemen. De Barna, hogyha azt mondom, hogy ennyi villódzó, színes őrület, amit kitaláltál, és tényleg így van, ha lehet, hogy akkor odébb születsz pár ezer kilométerrel, akkor ebből világsztár vagy, és multimilliómos? Én ezen soha nem gondolkodtam. Már nem, figyelj, nem tudom. Nem, ez... De az is lehet, hogy idézőjelbe téve... Nem, azon gondolom, hogy az is lehet, hogy idézőjelbe téve lehet, hogy senki nem vagyok. Hát a 90-es évek Magyarország az egy rettentő izgalmas történet volt. Hát ha néhány száz kilométerrel odébb születek, senki nem fogja felajánlani, vagy senki nem ajánlotta volna föl, hogy csinálj már egy kereskedelmi adót. Hát tele volt a kereskedelmi rádiós piac. Érted? Tehát nekem ezzel semmi bajom nincsen. Sőt, arra gondoltam, hogy ha John McLaughlin tényleg ad egy lökést, kivisz, és kimegyek, igen, Amerikába ösztöndíjjal, vagy ha engem annak idején az oktatási minisztérium, amikor már laposkúztam Szombathelyen a laktanyában, és jön egy telefon, hogy mégis kimehetek Amerikába, valószínűleg nem jöttem volna vissza. Tehát az ő fejükkel gondolkodva, az lehet, hogy egy jogos döntés volt. Ne felejtsük el, hogy 80-as évek elejéről beszélünk, 10 évvel a rendszerváltás előtt. Ha így is egy kultúrsok volt 2 évig Nyugat-Európában élni, a szüleim nélkül ösztöndíjjal, középiskolában, kollégiumban, egy hihetetlen 2 év volt az életemben az Atlantic College, az a United World Colleges-nek az akkori iskolája volt. Károly Herceg volt az elnöke. Tehát egy nagyon, nagyon egyedülálló valami volt. Na most, ha 2 évet eltöltök ott tiniként, 17-18 évesként, és utána még kimegyek 5 évre egyetemre, nem hiszem, hogy van valami, ami engem onnan hazahoz. Valószínűleg erre jó az a mondat, hogy végül is kalandvágyból itthon maradtam, és a kaland az tényleg megadatott. Uh-huh. Jó, de akkor lehet benned nem irítség, nem telhetetlenség, de mégis valamilyen, hogy a francba, mondhatom, hogy jól élek, most nem anyagiakra gondolok elsősorban, hanem közérzetre, de más ebből nem tudom, milyen várat épített volna. Ez így soha nem jut eszedbe? Nem. De milyen érdekes? Soha. Nem, nekem meggyőződésem, hogy azok a lehetőségek, amik számomra adódtak, amire hozzá kell tennem, mindegyikre valamilyen szinten úgy érzem, hogy fel voltam készülve. Tehát igen, sok mindennel szerencsém volt, sok minden megérkezett az életembe, de nekem azt meg kellett ragadnom, nekem azzal valamit csinálnom kellett. Én azt nagyon szerettem csinálni. Olimpiai közvetítések. Mondjuk a világ bármely táján lettem, nem, akkor ez a felajánlás nem jött volna. 94-ben a Magyar Televízió kapott egy ajánlatot Vitrai Tamás személy szerint a téli olimpián, onnan hívott föl telefonon, tehát a mai napig emlékszem, hogy hol voltam a Trabantommal, benne a mobiltelefon készülékkel, ami drágább volt, mint a Trabant annak idején, csak a Rádió Bridge akkor indult el, illetve akkor már ment 1-2 éve, és emlékszem rá, hogy amikor felhívott, megkérdezte, hogy van ez a lehetőség, vívást kellene csinálni, mert a barcelonai olimpia vívó közvetítése nagyon rossz volt. Felkértek rá, hogy a Magyar Televízió csinálja meg, de csak akkor vállalom el, hogyha maga elvállalja, hogy a rendezője lesz. Nem is rendeztem előtte. De Tamás de tudta, hogy én képben... Tamás tudta, hogy vívtam, hogy tudok képben gondolkodni, és hogy tudok angolul. Tehát ez a három történet, ez nagyon fontos volt hozzá. 90, néhány hónappal később prezentáltam egyet Atlantában, és azt mondták, hogy uram, magáé, csinálja. És akkor még 10 emberrel mentünk ki, most Rióba már, meg Londonba gyaktak saját céggel viszek ki 50 embert, mi közvetítjük a vívást, és már felkértek arra, hogy csináljuk meg utána az öttusát. Hatodik olimpia lesz. 4-en vagyunk a világon rendezők, akik ennyi olimpiát csináltak. Sikeres vagy? Boldog vagy? Elégedett vagy? Igen. Soha nem mérlegelem magamban, de hát figyelj, én ilyenkor a sort mindig a családommal kezdem. Három kis muksó, 8 éves lesz a legnagyobb, 3 éves a legkisebb.
feleségemmel, Ildikóval. Nagyon, nagyon jó buli. A család nagyon jó buli, és minden, ami mellette van, az is. De jó. Jó hallgatni, ahogy, ahogy hiszel ebben, és ahogy ezt mondod. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Minden szépen, egy jót, viszontlátásra. Jövő héten Somogyi Dia a vendégünk. Együttműködő partnerünk a Komlósi Oktatási Stúdió.